Napjainkban valamivel több mint 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világunk ma sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Az idősek világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit a társadalomért tesznek. Örömteli a mai nap számunkra, hiszen október 1-én minden évben, mint a világon bárhol is ünnepeljük az időseket. Azon minimum ez az, amit ki tudunk fejezni, és ez az, amit meg kell tennünk, hogy köszöntsük őket az idősek napján. Az idei év Dombavárban kicsit lent a gyóra sikeredett, hiszen a 14 órára meghirdetett előadásra egy órán belül elfogyott az összes belépő. Ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy 16 órakor megismételjük az előadást, és mindenkit sok szeretettel várunk a 16 órás előadásra is. Pintér Szilárd ünnepi beszéddel is készült a Szép Kúraknak ezen apropó alkalmából. Együtt sírunk, együtt nevetünk, közösségünk megérett erre, azon túlmenő, hogy Szép Kúrak, nem idősek, felnőttek vált itt már mindenki Dombaváron. Nagyon örültem, hogy köszöntettem őket ma, hiszen 2019-et követően 2024. október 1-én kezdődik második ciklusunk Dombaváron, és arra biztattam őket, mint ahogy tettem 19-ben is, hogy folytassuk együtt tovább, és remélem, hogy még nagyon sokszor nagyon jó egészségben együtt fogjuk tölteni ilyen kellemes délutánokat és estéket Dombaváron. Tarnai Kis László előadása emlékezetes délutánt nyújtott az október 1-én megünnepelt vendégeknek.